Erdőtüzeket oltanak egész Európában önkéntes és hivatásos tűzoltók. A dél-franciaországi Marseille környékén az erős szél gyorsabban terjeszti a lángokat, mint ahogy oltani lehet a forró, kiszáradt erdőségeket. Több mint 800 hektárt próbálnak eloltani a repülőgépek és helikopterek segítségével. Kedden a turistákat arra kérték, hogy hagyják el a környéket. Teljesen váratlanul jött, nagyon-nagyon gyorsan. Nézze a füstöt, abból látszik, milyen erős a szél, mondta egy turista. Először csak távolról láttuk a füstöt, aztán egyszerre már csak 50 méterre voltak a háztól a 20 méter magas lángok, mondta egy helyi. Olaszország középső részén, Abruzzo tartományban már napok óta küzdenek a lángokkal. Lakila környékén a hegyoldalakban ásókkal, kapákkal és tömlős hátizsákokból oltják a tüzet. A lángokat feltételezések szerint szándékos gyújtogatás okozta. Oroszországban a hivatalos adatok szerint 60 ezer hektár áll lángokban. A kelet-ázsiai Csukcs autonóm területen és az Amuri régióban a legrosszabb a helyzet. Környezetvédők szerint főleg fiatal erdőségek pusztultak el a tűzben.